Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik velem vannak. Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Mujó, alias Fifko Krisztián. Mi történt veletek, fiúk, a héten? Húha. Meleg volt. Nem is volt meleg. Tök meleg volt. Én döglődöm. Mert mi történt? Na miért? Hát mondtad, hogy döglődöm. Meleg van, nagyon, nagyon. Ja, úgy meleg van, jön a lehűlés. Nálunk nagyon-nagyon kellemesen hűvös, esős, borongós, árnyas idő. Sajnos a fű az nő, úgyhogy hétvégén fűnyírásban fogom kiélni magam. Nálam főként az történt a héten, hogy csinálom a Don Quixote féle szélmarom harcomat Brüsszellel, visszaválaszoltak két oldalról is, egyrészt a nikotinos petícióra a petíciós bizottság megírta a végső válaszát, meg válaszolt az Európai Bizottság is az EFIS kérelemre, hogy hosszabbítsák meg a technikai problémák miatt az aláírásgyűjtési időszakot, és hát egyik sem éppen a szájízem szerinti válasz volt. Milyen technikai problémák vannak? Hát olyan technikai problémák vannak, hogy nem indult el időben az aláírásgyűjtő szoftver, tehát föltelepítették a srácok egy kicsit lassan, és konkrétan nem működött, volt két olyan hiba a telepítésben, amit meg kellett oldani, és én meg emiatt nem adtam be addig a hitelesítési, tanúsítási igénylést, amíg nem működött a rendszer, mert hát konkrétan erről a rendszerre szól, hogy az Istenbe adjak be egy hitelesítési igénylést egy olyan rendszerre, ami nem működik. És így aztán néhány héttel átcsúsztunk, ugye kvázi másfél hónappal csúszott ez az egész, mire elindulhatott az aláírásgyűjtés, és akkor erre hivatkozva kértem az Európai Bizottságot, hogy legyenek már olyan méltányosak, és mindez figyelembe véve tolják ki az aláírásgyűjtési határidőt, és hát nem tolják ki. Mert hogy ez az egész úgy indult, hogy ők elindították, mit tudom is én, most legyünk egyszerűek, január 1-től azt mondták, hogy mostantól lehet gyűjteni, és utána élesítették be ti ezt az EFIS petíciós... Nem, ez úgy néz ki, hogy van egy hónapos elbírálási időszak a regisztrációt követően, és az egy hónapos elbírálási időszak alatt ők már megírták, hogy akkor vegyem fel a kapcsolatot a népekkel, akik ezt telepíteni fogják, fölvettem belük a kapcsolatot, de igazából mire életképes lett ez a rendszer, ez bőven azután a pillanat után volt, mire ők hivatalosan is beregisztrálták a kezdeményezést. És alapvetően arról lenne szó, hogy ennek mind időben működés képesen el kéne indulnia ahhoz, hogy időben, mert hogy párhuzamosan fut a regisztráció, és nem, bocsánat, két hónap van az Európai Bizottságnál a regisztrációra, miután benyújtottad a kérelmet, és van egy hónapos tanúsítási procedúra, amit meg egy luxemburgi hatóság végzett el, és ennek a kettőnek párhuzamosan kell futnia, és nyilvánvalóan legkorábban a regisztrációt megelőzően egy hónappal be kell nyújtani a hitelesítési kérelmet, ahhoz, hogy ezek nagyjából egy időbe érjenek révbe, és a regisztrációnál azonnal indulhasson az aláírásgyűjtés. Na most nálunk annyi tökölés volt az EB oldaláról az aláírásgyűjtő rendszert illetően, hogy egész egyszerűen nem lehetett időben benyújtani a tanúsítási, hitelesítési kérelmet ahhoz, hogy ne csúszson ez az egész történet. És hát így jártunk, és erre hivatkozva szerettem volna őket kérni. És mennyit csúsztatok így? Nagyjából másfél hónap mindenestül, tehát ilyen 6-7 körül van. Ez durván akkor január... 10%-át az időnek. Igen, január közepén tudott elindulni az aláírásgyűjtés, mert addigra jött meg a hitelesítés, és november 25-én lett ugye beregisztrálva, tehát kvázi másfél hónap az, amit így elbuktunk ezen, ami igazán 12 hónapból másfél hónap, az baromi sok. Na jó, semmi gond, téged fogunk deresre húzni. Jó, rendben, csak húzzatok át a hajó. Hát akkor megy gyakorlatilag egy ilyen bizottság, és az unió intézményein belüli egymásra mutogatás? Nagyjából ez van, igen, és most ez a mostani válasz, ami visszajött, ez egy, nem tudom, hogy hova tegyem, mert hogy ugye ez már a második kör volt, amit futottam velük ez ügyben,
mert elsőre egy ilyen általános választ adtak, hogy ők mindent megtettek, és köszönjük szépen, és aztán leírtam nekik, hogy hát figyeljék már meg, hogy nem egészen ez a helyzet, és erre most nem tudom hol tenni, mert hogy nem az anyanyelvem ugye az angol, hogy ez most egy kicsit cinikus akar lenni, vagy lepatintós akar lenni, de most az orrom alá dörgölték, hogy vegyem figyelembe, hogy az Európai Bizottságot a jogszabályok alapján kizárólag arra kötelezik, hogy a regisztrációt követően biztosítson 12 hónapot, és ők nagy évben tojnak arra, hogy mikor zárul le a hitelesítési vizsgálat. Úgyhogy így, úgyhogy ez most már megy az EU ombudsmanhoz, aki valószínűleg szintén nem fog tudni semmit tenni, legfeljebb elnyebbennyézik és csúnyán nézott néhány kollégára a folyosón, úgyhogy hát ez van. A másik ilyen történet, ami még nagyon-nagyon kiverte nálam a biztosítékot, az ugye az FI elődje volt ez a nikotinos utántöltők szabad forgalmazhatóságáért EU-s petíció, ami két évig dekkolt, és néhány adással ezelőtt pont beszámoltam róla, hogy ott lehúzták a rólót és elhajtottak. Ott visszaírtam nekik, hogy vegyék már figyelembe, hogy egész egyszerűen valótlan hülyeség az, amit ők állítanak, hogy Magyarországon ilyen jogszabályok vannak, és erre most megkaptam a hivatalos választ, hogy mire alapozták ők ezt az egészet, és konkrétan az történt, nem viccelek, tehát indít az ember egy petíciót, egy EU petíciót magyar hatóságok ellen, Brüsszelben mit csinálnak, fölhívják ugyanezeket a hatóságokat, és megkérdezik tőlük, hogy figyelj, ez hogy van nálatok? Ja, így van, oké, akkor semmi gond, vége. És így ennyi. Gyemszit meg a barátait megkérdezték, hogy mi van, ők mondták ezt a másfél milligrammos funkcionális gyógyszer őrületet, és akkor ezt itt lezártnak tekintik, és meg oda biggyeztették a dohány direktívának a beiktatási őrületén elmondott magyar felszólalást, és hogy Magyarország már pedig teljes messzélességgel kiáll amellett, hogy ők akkor saját hatáskörben gyógyszerként fogják ezt az egészet szabályozni, és fú, hát eléggé nem a legjobb hetem, ami volt eddig. Úgyhogy, ja igen, a petíciós bizottságra megmegy egy, hogy hívják, maladministration complaint, mulasztási panasztétel, mert hogy így nem lehet szerintem egy petíciót kezelni. Tehát, érted, basszus? Átjön a szomszédod, a fejedbe állít egy kést, följelented, és annyit kérdez a rendőr a szomszédot, hogy fejbe állítottad a kést? Nem. Ja jó, akkor vége, dobjuk az eljárást. Ezt így hogy? Ez milyen vizsgálat, meg milyen eljárás? Vicc. Pittsburghben elég egyértelműen szavaztak az ottani döntéshozók, 5-0 arányban, ez még egy foci meccsen sem rossz egyébként. Hát, a mi szempontunkból ez egy elég szar arány egyébként. Tehát, hogy nyilvános helyen nem lehet elcigarettázni, és az a baj egyébként, hogyha megfigyelitek, az USA-ban ezek ilyen futótűszerűen terjednek már ezek az e-cigarettával kapcsolatos tiltások a városokban. Sajnos valóban tendencia, és ami a még sajnosabb, hogy Európában is betette a lábát ez az őrület, ugye pont múlt héten beszéltünk a Velszi vonalról, ami ugyanez, meg Skóciában is már terítéken van. Így van. Kíváncsi lennék, hogy kinek a szemét csípi a likvid. Nyilván ez egy hipotetikus kérdés volt, de hogy kinek a szemét csípi a likvid? Mert nem hiszem, hogy mindenki csilis likvidet használ, vagy bors, vagy mi lehet még tiszta kapszai cint. Hát majd kiderül, hogyha lesz mindenhol szabályozás, és akkor, amit beszéltünk még az első adások valamelyikében, hogy majd, ha lesz olyan, aki vállalni tudja azokat a normákat, és mondjuk az legyen egy dohányforgalmazó cég, majd akkor lehet de ha most alakítani. Kitiltja nyilvános helyről, azt akartam mondani, hogy akkor majd lehet akkor, úgy alakítania, ő majd alakítatja, ahogy akkor neki meg, éppen. Akkor meg nem lesz majd tiltás. Tehát érted, hogy ez a Orwell állatfarm, hogy úgy emlékszek, hogy az volt, hogy állat nem fekhet ágyba, és amikor oda megy, akkor látja, hogy vesző, lepedőn. Van ennek egy nagyon szomorú vonala is ennek az egész nyilvános helyekről való kitiltásnak, tehát hogyha nem az otthonodban vagy, és vépelnél, akkor innentől kezdve
rá vagy kényszerítve ezeken a helyeken arra, hogy a kijelölt dohányzó helyeken vépeljél. És ha ezt jól megnézzük, ez semmi egyebből nem szól, mint nem dohányzó embereket dohányfüstbe kényszerítenek vissza. Leszokott, már nem dohányzó embereket arra kényszerítenek, hogy vegyüljenek egy dohányfüsttel teli helyiségben. Ez milyen? Van még egy alternatívád a saját autódban, mint az otthonod kiterjesztett részében. De ez esetleg pöfékelhetsz. Persze, de ez általában a nyilvános helyeken zárt helyekről persze, szól. Persze, tehát legtöbbször erről szól. De komolyan, tehát nem dohányos embereket, tehát a nem dohányzók védelmében szóló törvény alapján kijelölt helyekre kényszerítenek be nem dohányzó embereket, hogy ott szívják a másodlagos second-hand smokingos, ezért passzívan dohányozzanak. Hát milyen abszurdum már. És ugye azért troll a történet, mert olyan, mintha arra kényszerítenének, hogy bemenj a trollok közé. Tehát, hogy jöjjenek elő újra a dohányos emlékeid, érezd magad megint büdösnek, lehet, hogy rá kéne gyújtani egy cigarettára, tehát mindenkinek gratulálok, mert ez aztán tényleg ilyen visszaút a dohányzás felé. Ugorjunk egy picit, fiúk. Én még azt hozzátenném. De ez ugyanehhez a témához. Ja, jó. Tehát ez, amit mondtatok, hogy kikényszerítik az embert a dohányosok közé, és ott van az ötös pont, ami úgy indult az elején, és a linkben is még így van, hogy 31 ország 122 aláírója kéri, hogy támasszák alá érvekkel az állításaikat a WHO-nál. Ez a 122, ez mostanra 129 lett, de na nem is ez a lényeg, hogy hányan írták alá, hanem hogy ott is azt kérik, amit ugye te is mondtál az előbb itt ezzel a hasonlattal, hogy is mondtad, hogy gyakorlatilag azt kérdezik meg, aki elkövette a bűnt. Itt azt mondták a WHO-nak, hogy támasszák alá érvekkel azokat, amiket felhoznak, mert azok az érvek, amiket ők mondanak, azok vagy nem valósak, vagy semmi tudományos alapja nincsen neki. És így meg aztán baromi könnyű bármit is kimondani, kijelenteni, tiltani, üldözni, és közvetve ez ugyanaz. Tehát itt is azt mondják, hogy ez káros az egészségre, húzzál ki az épület elé, de ott is 5 méterre minimum a bejárattól, szívhatod a dohányosokkal együtt te a likvidedet, aminek köze nincs a cigaretta mindenféle káros vegyszeréhez és tartalmához, illetve megengedik ezzel azt, hogy te nem is megengedik, rákényszerítenek arra, hogy te ugyanazt a másodlagos dohányzást elszenvedd, amit e-cigisként nem szenvedne el melletted senki más, de mivel te kiállsz a cigarettázók közé, ugyanúgy szívni fogsz. És azt tudjuk, hogy a másodlagos dohányzás, tehát a közvetett dohányzás, az, hogy a kilélegzett passzív füstöt, dohányzás, a passzív dohányzás, az passzív károsabb. Dohányzás. Károsabb az egészségre. Hát ez érted olyan, mint az alkoholistát, aki leszokott és 2 éve nem iszik alkoholt, beküldenéd a kocsmába vizet inni. Nem, ez pont hasonló. A héten kérdezett egy lengyel újságíró hölgy, pont a Franciaországban ez a köztörgető, pont ebben a témában a francia parlamentben, ami megy, hogy mi a véleménye erről. És pont hasonló hasonlatot mondtam, hogy ez olyan basszus, mintha az abstinens alkoholistát, miután sikeresen abbahagyta a piálást, arra kényszerítenék, hogy piaboltba dolgozzon. Talán annyira azért nem, mert hogyha te abszinens vagy, akkor ugye mondjuk én is hiába dolgoznék egy talponállóban, attól nem nagyon gondolom azt, hogy kívánnám. Hát de, jó, csak ugye érted, ez azért mégis a kísértés egyféle formája, tudod, ez a nem vagy eunuk, de te vagy a háremőr. Hát azért, Igen. Bocsánat, fiúk, egy gyors közbevető off kérdésem lehet? Természetesen. Mert én itt közben skype-olok az Oszival is, és szóvá tettem neki valamit, amit majd később kérdezünk, és rákérdezett a
aláírásgyűjtő dobozokra. Van-e? Charlie, azért orvos a kérdésed, mert pont a ma esti látogatóddal van összefüggésben többek között. Ja, hogy jó, az. Jó, akkor... Tehát még egy hét türelmet kérünk. Ez a válasz. Egyébként a stancaforma megvan, a nyomda megvan, a nyomnivaló is megvan, hiányzik még róla egy-két dolog, ami... A mérges vapor pedig ma este fog elkészülni a bunkerben. A bunkerben. Ezt a Krisztiánnak elmeséljük. Tud róla, szerintem. Hát a mai fejleményekről, meg úgy egyébként, vagy nem tudom, hogy ez mennyire volt képben. Nem, mai fejleményekről semennyire nem vagyok képben, de még az előző témához, ha visszakanyarodunk, most, hogy az Intermezzónak a dobozokkal, amiken nagyon dolgozunk vége, pont a Velszi események kapcsán a Smoke Without Fire-ös Andy Sutton, aki csinálja ezeket a remekbe szabott dokumentumfilmeket. Ő csinált egy ilyen negyedórás filmet a Velszi szituról most, és ott mondta egy Velszi politikus hölgy, nagyon fején találta a szöget, hogy az van ezekkel az elcigi ellenzőkkel, akik a döntéshozók között vannak, és sorolják ezeket a WHO által unalomig ismételt, tehát vállalhatatlan és megalapozatlan dolgokat, hogy ők úgy próbálnak szabályozni egy történetet, hogy ideológiák és érzések alapján próbálnak beskatujázni és megregulázni valamit, és egyáltalán nem foglalkoznak a tudományos tényekkel és a valósággal. És ideológiák, félelmek és érzések alapján nem lehet eldönteni emberek millióinak a sorsát. De egyébként nem ezt érzed a magyar viszonylatban mondjuk a NAV-nál? Magyar viszonylatban én nagyon sok mindent érzek, ebben nem mennék bele. Na nem, csak hogy ők, amit ott úgy, mint WHO, azt itthon kicsiben, mint ilyen-olyan államtitkárság vagy NAV, megemlítenek, megállapítanak, és azt tényként kezelve, kiadva utasításban, hát végrehajtásra az alsóbb szerveknek kiadják. A magyar helyzet annyival rosszabb és abszurdabb, hogy itt legalább arról beszélünk, hogy ott szabályozni készülnek valamit, és átmegy egy eljáráson, és közben emberek hülyeséget beszélnek, és valószínűleg rossz döntést fognak hozni, de átmegy egy folyamaton, amin legalább minimális kontroll és beleszólás van, ha más nem, legalább a szavazó politikus társak közül. A magyar helyzet annyival sokkal rosszabb, hogy valaki hasraütésszerűen, mint egy kis király, egy Csák Máté basszus fogta, és előállította ezt a teljesen jogtalan és elképesztő helyzetet. Tehát, hogy itt még nyoma sincsen annak, hogy bármiféle jogi folyamaton át próbálna menni ez a helyzet. Nem. Úgyhogy nem, ez rosszabb igazadban. Ebben a kontextusban ez egy sokkal-sokkal rosszabb és abszurdabb helyzet. Én tudod, miért vagyok egy kicsit elkeseredve, vagy szomorú inkább? Mert ez a mostanra 129-re duzzadt támogatói aláírás, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, amit ugye a WHO-nak benyújtottak 31 ország részéről, és ez szerintem folyamatosan bővülni fog. Végig pörgettem a mai nap, és Command F-fel gyorsan elkezdtem keresni, hát ha találok olyat, benne olyan szó részletet, hogy Hungary. Egyet se találtam. És vannak itt a listában, mondjuk az boldogsággal tölti el az embert, hogy nem mindenféle jött-ment útszéléről szalajtott emberek. A nevük végén legalább egy PhD vagy egy MD van, és itt vannak Amerikától kezdve Európán keresztül Törökországig millió és egy helyről és nációból, Rio de Janeiro, és orvosok, praktizáló orvosok, és nem csak orvosok, hanem mások is, akiknek szigorúan véve nem kötődik a szakterületükhöz, viszont megértették és belátták, hogy valahogy tenni lehet és tenni is kell az ügy érdekében, és a támogatásukat ezúton és ilyen módon fejezik ki. Magyart nem látok idáig. Hát ismerjük a magyar helyzetet. Igen, tehát nem csak a helyzetet, hanem ehhez egyrészt ismerni kell a magyar orvosok helyzetét. Szolgáltatottságát. Igen, tehát azért gondoljátok végig, hogy mindenki
kivétel nélkül, tehát 90% akik nem magánklinikán praktizálnak, azok a magyar állam tulajdonát képező intézet vagy intézményi keretek között végzik a munkájukat. Egyre ellehetetlenebb vagy ellehetetlenített helyzetben. És arra akarsz kiukadni, hogyha olyat mondanának, amivel ők mondjuk agyban tisztában vannak, de kinyilvánítanak, akkor nem biztos, hogy mondjuk holnap be kéne menniük dolgozni? Én ezt, figyelj, Charlie, ilyet nem mondhatsz, mert konkrét példa erre nincs, ugyanis még egyetlen egy magyar orvos ilyen plénum előtt nem állt ki. Tehát nincsen rá semmiféle példánk. Kereshetjük egyébként a problémát nagyon-nagyon-nagyon szertágazóan is, nagyon sok felén, csak egy-két példát ragadnék ki. Szerintem rosszul kommunikálunk. Az a hatalom felé soha nem szült még eddig sehol a történelem folyamán semmiféle egységsugarú megoldást, amikor nekiugrunk, széttépjük, belerogunk, tehát tudod, ez az egér dübörög a hídon az elefánt mellett. Tehát a hatalomnak mindig megvannak az eszközei arra, hogy téged ignoráljon. Tehát, és hogyha ennek ellenére észrevesz, akkor még nagyon szarul fogsz járni. Tehát egyfajta kommunikációs kultúrát kéne gyakorlatilag fölvenni ebben az ügyben, illetve azt gondolom, hogy nagyon sokszor hiányzik belőlünk a hatalommal együttműködés szándékának a kinyilvánítása. Az Egyesületet nagyon sok támadás érte ebből a szempontból, hogy mi miért nem mondjuk azt a szócskára, hogy ő egy tömeggyilkos. Azért, bazd meg, mert így nem lehet embereket megszólítani a hatalomban. De még csak vapereket se magad mellett. Tehát amikor ásol egy lövészárkot, és a saját embereidet lövöd ugyanabban az árokban, az nem egy keresztényi cselekedet, ezt azért lássuk be. Így van? Tehát rettentően álságos a probléma. Ugye a másik dolog meg az, hogy igazán olyan ember, aki ezen az ügyön dolgozik, az nagyon kevés van a vaperek között. Tehát nézzétek meg, azért nagyjából tudjuk, hogy két nagy tábor van ebben az országban, a megmondó emberek közül. Mind a két táborban kvázi van egy réteg, aki ide is, oda is dolgozik, van egy réteg, aki csak itt dolgozik, van egy réteg, aki csak ott dolgozik, de sajnos basszus, ez 50 embert jelent ma Magyarországon, aki valamit hajlandó így vagy úgy tenni, e-cigaretta ügyben. Érted? Bár látszanak átfedések, és tényleg nagyon kedvesek, amikor megsúgják, hogy a másik táborból engem fel akarnak kérni arra, hogy írjak a WHO-nak és az FDA-nak. Egyrészt az FDA az egy amerikai hivatal, tehát nem hiszem, hogy mondjuk a magyar ügyekbe akkora beleszólása lenne. A WHO-val meg látjuk, hogy 129 orvos sem fog boldogulni, tehát ilyen abszolút süket fülekre találunk e-cigaretta ügyben. És igazából tényleg azt ilyenkor azt szoktam mondani, hogy majd akkor, hogyha az igazán nagy dömping beindul, ugye akár a gyógyszergyártók, akár a cigaretta gyárak részéről, majd akkor lesznek engedmények, illetve annak a lobbinak lesz akkor ereje, hogy a politikát térdre tudja kényszeríteni. Addig sajnos ez ilyen egér és elefánt dübörög a hídon történet lesz, de ennek ellenére egyébként meg mindent megteszünk azért, hogy jobb belátásra bírjuk az embereket, készülünk az új egészségügyi államtitkára fölvenni a kapcsolatot, próbálunk javaslatokat tenni elé, hogy mi ezt hogy szeretnénk, miközben egyébként kifelé pedig majd ilyen fölmérésekkel megpróbáljuk megtudakolni a tényleges felhasználók igényeit,
ezekben a kérdésekben. Tehát azért ez egy picit bonyolultabb történet lesz. Egy picit itt, minthogyha az előbb kitértél volna a kommunikációs problémára itt a magyarországi viszonylatban. Megemlítsük azért ezt is? Tehát egy nem picit tudom, most mire itt gondolsz, de persze, szárnyaljunk a bármit megemlíthetünk. Történet? Hát ugye mikor múlt hét végén volt a Váci egészség napja, nem felvonulás miatt úró volt ez fesztivál. Fesztivál. Ahol többen tiszteletünket tettük az eseményen. Én mondhatom azt, hogy ebből a táborból, mert én ehhez a táborhoz tartozom, illetve érzem magam tartozónak. Ez a táborozással így táboroztok, annyira kényelmetlenül kezdem érezni magam. Érez magad nyugodtan kényelmetlenül, de nem emiatt. Én személy szerint, amit észrevettem, nem sokáig voltam ott, másfél óra volt az egész történet, azt tudtam leszűrni, próbáltam egy picit kívülállóként is tekinteni az eseményre, hogy egy baromi kevesen voltak. Nem tudom azokat a számokat, kicsit olyan fideszes volt a szervezőségnek a nyilatkozata a számokról. Már mint tudjátok, hogy mindig azt mondják a Fidesz nagygyűlések után, hogy itt volt 200 ezer ember, aztán az nem tűnik az annyinak. Nekem sokkal-sokkal kevesebbnek tűnt, mint amennyit mondtak. És én azt láttam, és ezt neked nem mondtam azóta, mert nem beszéltünk Mujó, hogy én nem ott láttam a hangsúlyt, amin kellett volna, hogy legyen, hogy igen, kin voltak a shoppok, elég nagy és elég forgalmas részen, mert ami közel van a söröshöz, meg a hússütőhöz, az nekem forgalmas rész, és a színpaddal szemben, tehát gyakorlatilag, amikor az ember rendezvényt nézett, a színpadon volt produkció, és erre kitérünk külön, hogy durva produkciók voltak, akkor neked háttal mindenki, és te az egyik igazából felirat nélküli no-name sátor hátsó traktusában egy sörpadnál ültél egy számítógéppel, és egy névjegytáblány, nem névjegytáblány, egy ilyen asztalra fölállított, mit tudom is, 30x15-ös kis táblára kiírva, hogy Effi, amögött ültél, és újságoltad nekem délután 4-kor, hogy már 17 aláírásunk van. Hát azért az botránykevés. Tudjuk-e, hogy mennyi jött ezen a rendezvényen összesen össze? Nem, Krisztián. Nem gyűjtöttek a forgalmazók is, és nem ismerek még számokat. Uh-huh. Ezen sokat gondolkoztam egyébként. Passz, ez szerintem némileg nekem is betudható, mert hogy a sátron kívül nem volt kampányolás, de hát bakker, egyedül vagyok, nem tudok 8 helyen lenni, ez van. Én Andorral beszéltem, és az Andor nagyon föl volt háborodva azon, hogy egyrészt nem ülhetett a te oldaladra, tehát kvázi nem tudott neked ebben a dologban segíteni, és aztán amin viszont én voltam fölháborodva, hogy annak idején, aki emlékszik még a Kopaszigáti rendezvényre, ami szintén nekünk bukta volt, tehát abba beleöltünk, arról én jobban tudok nyilatkozni nyilván, mint a Váci eseményről, de a Kopaszigát az 3 napos rendezvénybe, ami 60 ezer ember fordult meg. Tehát az én nagyságrendileg nagyobb volt, mint a Váci egynapos. És abban mi beleöltünk annak idején azt hiszem ilyen 450 ezer forintot, mint egyesület. Tehát nem volt kevés a pénz, ami hát legalábbis a mi egyesületünk, ez mértem nem volt kevés a pénz, amit erre fordítottunk. És ott két lány járt 3 napon keresztül aláírásokat gyűjteni. Gyerekek, tragédia. Tehát 187 aláírás gyűlt össze az akkori petícióra, amiből 23 aláírás volt értékelhető, mert olvasható és létező e-mail címmel
adták meg az aláírásukat és a nevüket. Hát és az még egy lájtosabb aláírásgyűjtés is, mert és az ennyire egy sokkal személyes adatokat nem kell megadni. Aláírásgyűjtés volt, így van. Hát ezt marketing oldalról közelíted meg, és leosztod a 400 ezret. Hát 24 el, akkor nagyon drága volt ott egy aláírás. Iszonyú drága volt. Ott volt, én ugye vasárnapi napot vállaltam abból be, gyerekek voltunk talán 20-an, a szombat jobb volt, akkor voltak kinn a vérgőzölők, inkviék, akkor jöttek le, tehát szombaton voltak talán 40-en kint, és pénteken is egy ilyen 20-as, 30 körüli létszámmal nyitottak. Pedig volt fekete lufi, volt eszközbemutató. Arról nem beszélve, ugye, hogy a meghívás az úgy volt, hogy bármelyik shopos jöhet, én nem tudom, azt hiszem 5000 forintot kellett letenni az asztalé. Tehát nem volt semmiféle olyan visszásság a dolognak, ami miatt mondjuk ne jöttek volna ki a boltosok vagy a vaperek. Most ehhez képest az egy egyértelmű bukta volt. A két találkozók között egyébként, és ezt el kell, hogy mondja mindenféle, hogy mondjam, rivalizálni vagy konfliktus ébresztés nélkül, el kell, hogy mondjam, hogy a két találkozó között az volt a különbség, hogy mi utána magunkban kerestük a problémát. Tehát én mindenkinek azt tudom ajánlani, akármelyik csoportnak is a feltétel nélküli híve. Én azt gondolom egyébként, hogy mind a két csoport ugyanazért dolgozik. Tehát itt nincsen ilyen szempontból különbség. Azt gondolom, hogy én vagyok az, aki egyébként ezt folyamatosan mondja, hogy nincs platform, nincs egyesület, vaperek vannak, gyerekek, ennyi. Tehát ez hülyeség is egyébként. Igen, csak nekem egy kicsit visszatetsző a dolog például, hogy előtte már hetekkel, hát nem azt mondom, hogy csak erről szólt, de minden egyes héten megmondtuk, elmondtuk, jó, nem több ezren hallgatnak minket. Az a pár 10, 20, 100, 200 akárhány ember, aki meghallgatja rendszeresen, vagy ott vagyunk velük az útközben, ők meghallgatták, és elmondtuk nekik, hogy srácok, tegyetek félre minden előítéletet, menjetek el, ez mindenkinek közös célja, hogy jól sikerüljön, és akkor utána meg ilyenekbe botlik az ember, mint amit az Andor is tapasztalt, vagy hogy utána shopposok, akikről még soha az életben nem hallottunk shop szinten, rajtunk kérik számon, hogy ők miért nincsenek megemlítve, vagy miért vannak kereskedők nálunk favorizálva, vagy mit tudom is én, hogy még miket soroltak föl, mert annyira nem érdekel engem ez a csoport, hogy nem is olvastam a kommentjeiket, de azt leszögezhetjük, hogy aki minket baszogat, és akkor tudjátok, hogy mi van, de nem, hogy aki minket megkeres, annak nagyon szívesen teret engedünk, bármilyen kontextusban, hogyha szeretné elmondani, jöjjön ide be, mondja el a véleményét, meghallgatjuk és reflektálunk. De az nem megoldás, hogy valami, mit tudom is én, milyen csoportban elkezdjük, az XY-ra mutogatva, hogy ezt meg azt nem emelték ki, meg lehúzzák a Bélánkat, a mi Bélánkat, a Bélát. Most az is egy érdekes dolog tényleg, hogy az Egyesület oldalán hirdettük, külön engedélyt kértem, hogy kitehessük. Két adásban is foglalkoztunk azzal, hogy mindenki menjen el, és érezze magát jól. Én körülbelül 20 embernek, aki megkérdezett, hogy elmehet-e. Hát miért nem mehetnél? Ne viccelj már. Menjél, persze, érezd magad jó. Tehát nekem semmi gondom, annak ellenére, hogy többször megüzenték, hogy persona non grata vagyok.
De tényleg nem trollkodtuk szét, abszolút úgy viszonyultunk ehhez az egész rendezvényhez, ahogy egyébként egy normális viszonynál ehhez viszonyulni kéne. Annak ellenére még egyszer mondom, hogy üvegnek néztek minket, és nyilvánvalóan, ha propagálni kellett, azt lehet, de már a megjelenést nem biztosították nekünk, bár utólag is köszönöm annak a kereskedőnek, aki még az egyesületi szórólapokat is kitett az asztalára, és én azt gondolom, hogy nekünk nem ezekkel a kereskedőkkel, meg nem ezekkel a vaperekkel van a problémánk, itt nekünk az árokásokkal van a problémánk. Ez az egyesület, illetve a fórum, az agymosodtak fóruma, mert ugye azt tudni kell, hogy a fórumról hogyan beszélnek egyes emberek, tehát az agymosodtak fóruma volt mindenkinek a bölcsője. Tehát én azt kikérem magamnak, hogy bárki ezt a fórumot, ami Magyarország első, egyetlen és legjobb e-cigarettás fóruma, agymosodtak fórumának nevezze a maga több mint 3000-es tagságával együtt. Szóval álljunk már meg egy pillanatra tényleg. Gondolkozzunk el azon, hogy hol kezdtük. Hogy kinek a cikke, azt, hogy nem szarunk kinek a saját cikke, kinek a, ez így van, kinek a fölmérése, hol indult el, hol szerzett nevet, és aztán kinek a hátán gyalogolta végig a saját útját. És akkor azt gondolom, hogy tényleg, tehát ne szarjunk már a saját bölcsönkbe, mert az mindig rosszul veszi ki magát. És mindezt úgy trollkodva, hogy a végén a mi Bélánk föllépését már a keresztény erkölcsbe ütközőnek titulálják, holott a Vastag Csaba, akit tényleg rettentően becsülünk ezért a tettér, hívta föl a színpadra. Őt de képzeld, hogyha nagyon nem, jó, nem ő az, nagyon, ha nem nagyon ő az és nem így kezeli, másképp is végződhetett volna. Tehát egy nagyon jó szájéző produkció volt. Szerintem én nem mindenki voltam élvezte. Ott. Tegyük hozzá, hogy a Béla fölment, nem, hogy is mondjam, tehát a Bélát fölhívták, és a mikrofonba szépen bemutatkozott, Kis Pisti vagyok a 8B-ből, és elmondta, hogy ő megcsinálta a propagandát, ellopta a sót. Ő vépel, mióta nem dohányzik, kezdődhet a produkció. Pont így volt. Kezdődhet a produkció, és tegyük már hozzá, hogy hányféle videó kerengett az eseményről, és hány videó szólt arról, hogy iszonyat nagy buli volt a színpadon. És nem csak a mi videóink. Láttam én 3-4 kameraállásból. Csirik Lacit az Isten áldja meg, hogy nem frissítette le a telefonját, és nem volt hangja. De hát akkor is óriási volt, még hang nélkül is. És ami még nekem, bocsánat, hogy közbeszólok, ami nekem egy hatalmas nagy flash volt az egészbe, hogy oda mentem a rendezvényre, akkor ott összeszaladgáltam a szűkebb ismerettségi körrel, és utána oda mentem ugye a Krisztián sátrához, és ott vadidegen emberek hívtak oda, köszöntek, dicsérték, hogy vagy nem dicsérték, tök mindegy, nézik, hallgatják a podcastet, videókat, jött a visszajelzés. Láttam, hogy van értelme. Ők miért tudták ezt normálisan megtenni? Pedig aztán egyszer nem találkoztunk életünkben. Egyébként ugye általában úgy szokott lenni, hogy ezek a szirén hangok mindig egyfajta ellenállást váltanak ki az emberből. Úgyhogy tényleg csak azért, mert ilyen rosszul fogadták egyesek ezt a Rácz Béla féle produkciót, és titulálták hülyének csinál, magából hülyét úgy csinál, ahogy akar, kezdetű nótát fújják. Ezért aztán nem a Rácz Béla, hanem a Rácz Béla rajongók létrehozták a Rácz Béla fanklubot.
amiből én egyetlen egy mondatot hagy olvassak föl, mert ha valaki nem érti meg a humort és az ebből fakadó jókedvet, az nem fogja jól leélni az életét. A Rácz Betty, a Rácz Béla lánya írt egy pár keresetlen szót a saját apja rajongói oldalára. Örülök, hogy az apukám vagy, és nem siránkozva nőttem fel, hanem minden napom a vicceidről, a bolondozásaidról szólt, és persze a mai napig egyetlen unalmas percem sincs melletted. És ezt lehetett érezni a Váci Rácz Béla megmozduláson is. És még egyszer köszönjük a Vastag Csabának, hogy lehetőséget és alkalmat adott a mi Bélánknak erre. Köszönjük. Köszönjük. Várkonyi Andor. Olvastátok? Kedves Béla, nagyon nagy rajongót vagyok. Te vagy a kedvenc előadó művészem. Tetszik a Biki Csunáj, de örülnék neki, ha legközelebb elénekelnéd a macskákból az éjfélt. Tudod, nekünk itthon meg vannak macskáink, és éjfélkor szoktam hazaérni a kocsmából, így ez a dal különösen közel áll a szívemhez. Hű rajongód, Andor. Andor. Bocsánat, hogy eddig nem lájkoltam, de bótolom. Jézusom. De mindegy. Be fogjuk tenni a podcast alá, arra kérünk mindenkit, hogy lájkolj ezt az oldalt. Lássuk, hogy volt ennek értelme. Ez az egyik. Természetesen ugye ez kiderült tegnap előtt, hogy ami a Hősök terén ez a 8000 ember volt, ott természetesen ez is a Villanypára Egyesület találkozója volt, és látszik a zúgolódó tömeg, ahogy Béláért kiáltanak, és próbálja őket a Scorpions csitítani, de vaj, mi kevés. Az egy nagyon durva jelenet, láttam a fényképet. Igen, igen. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy aki Bélára egy kicsit is kíváncsi, vagy megfogta az ő előadói munkássága, az iratkozzon föl, mert lesznek itt még nyáron meglepetések. Elég csak annyit mondanom, hogy július 5-én Dudusnál folytatjuk a turnét, és a nyár lezáró háromnapos soproni találkozóra is egy Monstre produkcióval készülünk. Meg fogjuk örökíteni. Illetve az egyik, ha már erről beszélünk, és ugye kapjon ez is nyilvánosságot, mielőtt valaki ellopja tőlünk. Most úgy néz ki a dolog, hogy lesz egy ilyen Monstre videóklip, amit az e-cigarettázás népszerűsítésére szánunk, és a Curtis Majka zenére egy átírt szöveggel, több véper jelenlétével, illetve még az is lehet, hogy véperek fogják magát a zenét is szolgáltatni, vagy alátenni, és természetesen Rácz Béla részvételével készülünk egyfajta ilyen közösségi e-cigarettás videóklip elkészítésére, amit majd a Charlie fog megvágni, de ezt még nem tudja. Hát tényleg nem. Tényleg nem tudta. Ugye, hogy látod, hogy tudok meglepetéseket okozni neked még? Jaj, édes Isten. Curtis Majka, belehalok. Ennek a szövegén lehet gondolkodni, és ez az egyik cimboránk vetette föl, és úgy néz ki, hogy akkora lelkesedés van a csapatban, csapatban. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés csinálni további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.